Bartók Béla születésnapjának hetében rendezik meg a 7. nemzetközi zongoraversenyt Szegeden. A háromfordulós megmérettetés legtehetségesebbjeinek pénzdíj jár, de nem ez a legnagyobb jutalma a nyertesnek, hanem az, hogy komoly karriert futhat be nemzetközi porondon. Mi nem a virtuózokat keressük, nem a már pillanatnyilag nagy sztárokat, vagy azokat a különleges embereket, akiket a közönség szeret, azokat a művészeket, akikből majd néhány év múlva lesz igazán sztár a szónak az eredeti értelmében. Ez a verseny nyilván egészen más, mint egy tehetségkutató. Itt azért olyan versenyzők jönnek, akik már maguk is tulajdonképpen ifjú művészek, és nem kell őket fölfedezni, hanem igazából segítséget kell nyújtani nekik. De ez a megmérettetés arra is jó, hogy a pályakezdő művészek elinduljanak a koncertéletben, valamint hogy a megtanult darabokkal komolyabb rutint szerezzenek. Az idei zongoraversenyre 18 fiatal jelentkezett hazánkból és a környező országokból, köztük van a Szegedi Zeneművészeti Kar néhány hallgatója is. Jó egy évet, hát azt azért úgy megfoghatónak tudnám mondani, hogy onnantól kezdve eléggé célirányosan olyan művek voltak megtanulva, illetve olyan darabok voltak elővéve, amik már erre a versenyre készültek, illetve lettek kidolgozva. A jelölteknek kötelező és szabadon választott komoly zenei darabokat kell eljátszaniuk. Az ötnapos versenynek a Zeneművészeti Kar fricsai terme, a döntőnek pedig a Kis Színház ad otthont. A finalisták itt adnak majd közös koncertet a Szegedi Szimfonikus Zenekarral. A szegediek számára ez és valamennyi műsor megtekintése díjtalan.